nektek még? Hát valaki, hát nincsen olyan az, akinek van valami hallása? Benn akkor hát tiszta. Folytatjuk a bentit. Időben ez 10 perc volt, hogy menjünk. Szeretnék, csak nem mérdezik. Nagyon érdekes. Gyertek még, hát valaki, hát nincsen olyan az az, akinek van valami hallása. Móder Rezső önértékelése szerint Munkácsi díjas avantgárd mobilszobrászművész, festőművész, performer, grafikus művésztanár és cégportás. Rezső egy igazi csodabogár, aki folyton mozgásban van. Álmodozik, alkot és ha kell, harcol az álmaiért, az alkotásaiért. Akár csak rá művészetére is a folytonos mozgás, a dinamizmus, a határok és a dimenziók feszegetése, hangok, egyéni stílusjegyek és monumentalitás jellemző. Dunaújvárosban mindenki ismeri a bohókás, talán kissé különc művészt, akit lehet szeretni vagy gyűlölni, de figyelmen kívül hagyni semmiképpen sem. Pályatársai és barátai szerint Móder Rezső művészetében lokálpatrióta. A kozmosz tanulmányozása mellett Pentellét, Dunaújvárost, az itt élő embereket ábrázolja, dolgozza fel szívvel, lélekkel. A Móder jelenség bárhol is van, Dunaújvárost, a Dunaújvárosi Vasgyárat, a Dunát képviseli, hirdeti. Kiváló művészetével megszállottan Dunaújvárost népszerűsíti. Izzigvérig idevaló, köztük élő és értük hangoskodó művész. Grafikusként, festőként, szobrászként, performerként, zeneszerzőként, előadóként és pedagógusként 4-5 ember alkotói tevékenységét végzi egy személyben. Művészete nem végleges kiterjedésben, de hatalmas eddigi életműve, jelentős egy fejlődő város életében. Olyan értékrendet képvisel, mely nem ismer szabályokat, konokul önönelveit követi. Művészete egyértelműen utal arra, hogy ismeri és érzi az avantgárd példaképek munkáit, de az elődök hagyományát elemeire szedi és új konstellációban dolgozza fel azt, így teremtve egyedi és összetévesztetetlen művészetet, móderi formavilágot. Móder Rezső 1954-ben született Budapesten, iskoláit Dunaújvárosban végezte. A mesterre már gyermekkorában nagy hatással volt a fejlődő és épülő Sztálin város. Művészet iránti fogékonysága már 6 éves korában megmutatkozott. Hát már akkor össze-vissza firkáltam falakat meg az ajtókat, ugye ez volt akkor azt hiszem a kezdésem, utána ezt akkor folytattam, már természetesen otthon a Lipcsázban, de nem olyan firkálmányokat, hanem inkább olyan tájképeket akartam, csendjeleteket, az amiket addig én tapasztaltam, láttam. Épültek utcák, akkor az iskolák, akkor az intézmények, és hát ennek akartam hát a részese lenni. Hát nehéz volt, mert megmondom őszintén, hogy otthon sem volt semmim, papírok sem, se az eszköz, hanem viszont akkor a téglák voltak, akkor szén volt, hát építkezések voltak minden utcában, és azzal, hát azzal akkor az iskolának oldalát, tehát ott is a falakat, a folyosókat, a lépcsőházunkat, és hát elrendeztem szépen rendesen tájkép, csendére, portékat, az volt a málatokat is. Hát szóval, de is az volt érdekes, hogy amikor a tanáraimmal akkor utólagosan találkoztam, hát jó pár évtized után, hát mondták is, hogy emlékeznek rám, hogy akkor mit csináltam, hogy csináltam, minden, és akkor hát hagytak azért. Tehát azért nem buktattak meg ezekért. Tehát hagytak, hogy biztos lesz belőle, valami majd lesz belőle.
Aztán az élet Rezsőt is elvitte más irányba. Bár szülei támogatták művészi ambícióit, mégis arra kérték, először tanuljon szakmát. Így villanyszerelő lett. Ám gyermekkori álmát nem adta fel és nem szakadt el teljesen alkotói énjétől. 1967-től tagja lett a Munkácsy Mihály képzőművészeti körnek, ahol Ciránki Mária és ifjabb Koffán Károly vezetésével festeni tanult. 1975-ben a Dunai Vasmű ösztöndíjasaként felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol 1982-ben festő, valamint sokszorosított grafika szakon diplomázott. Mesterei Gerzson Pál és Sarkantyú Simon voltak. A munkában tökéletességig akartam elmenni, meg rajzokba és a festészetbe is, és ment is. Tehát impressionista, expressionista voltam többségében. Ja, meg akkor a szürreális. Elkezdtem akkor a kollázzal foglalkozni, amikor már másabb volt. Tehát nem érdekelt az, amit mondjuk a mesterem elmondott, hogy rajzoljam, vagy hogy veszem, hanem inkább tépkedtem a papírokat, úgy ragasztottam föl. Hát megörítettem őket időnként, de aztán utána jött akkor a szobrászat is, mert elkezdtem a faszobrászatot, tehát egyetemen térábrázolásos elképzelésem is volt, tehát azért tudtam azért anyagokkal bánni. A faszobrászat volt először, és akkor utána jött akkor az acél. Hát az acélral hát úgy jöttem, hogy akkor volt a pécsi kis plasztikai, biennáli, és akkor akartam arra akkor készíteni. És elkezdtem, és az ilyen nagyobb tömböt, és akkor ahhoz egy ilyen fogantyút hozzám, mert azért tartani kell, meg akkor cipelni kellett volna, ha kitalált abot, hogy azért cipelni kell. És ütögettem azért a kalapáccsa, és hangja volt. És akkor, és elgondolkoztam, hangja van, mit csináljak, vagy mi? És akkor hosszabb is volt, akkor a másodiknak már annak is volt hangja. De másmilyen hangja volt. Akkor a tömböknek is más hangja volt. És akkor hát így jött aztán akkor a többi, tehát utána mezően 85-ösek ezek az évek, és utána már egyre akkor nagyobbak, akkor több, és akkor látom, az hosszabb a szára, akkor jobb lesz akkor a hangzása, mert gyönyörű, csengő, meg minden. És akkor utána jöttek a szerkezet, meg a, hát utána jött már akkor a sorozat. Móder Rezső számtalan zenélő szobrot készített, melyekből létrehozott egy szoborparkot is. Acél szerkezet, átlátszó, nem szeretem azt, ami feszesen áll, stabil az egész, tehát élettelen. A modern szobrok viszont abszolút élnek és megszólalnak. Nem csak az alkotóat koncertet rajtuk egy-egy performance során, de a kiállításokon bárki kipróbálhatja a zenélő szobrokat. A legtöbb szobor mérete monumentális, így a megalkotásukhoz szükség volt a városban működő vasmű támogatására. A nagy üzem kellett hozzá, csinálhattam itthon, és hát egyre jobban, akkor kísérletképpen is, és akkor látványos is volt az egész. Hangjuk is volt a gyárban, és adtuk le akkor a koncerteket egymás után a munkásokkal az élen, nagyon örültek neki, és hát olyasmiket akartam ezekből kihozni, akkor volt éppen a Bartoknak az évfordulója, illetve akkor hozták Amerikából meg a hangvait, és annak a tiszteletére aztán elkezdtem sokkal gyorsabban készíteni ezeket a kompozíciókat az országba több helyen, tehát itt is volt a Dunajvárosban is, a Győrben is, az Alajszegen is. Ezek a szerkezetek jellegénél a fogva is hát Európában és a világon is egyedülálló. Érdekessége az,
hogy amíg a közterületeken álló szobrok, szerkezetek, vagy esetleg a képtárakban vannak, vagy éppen a múzeumokban, akkor általában azokhoz nem nyúlhatunk hozzá. Ezeknél viszont éppen ellenkezőleg hozzá lehet, sőt, még több szabad nyúlni, hát azért van. Tehát nem romlik el, nem törik el, nem hajlítható el, és ezért nem dől el. Tehát stabilok ezek, tehát hogy is mondjam, játékosak ezek a dolgok. Tehát így játékosan lehet rajtuk játszani, koncertezni. Rendszeresen járnak ide egyébként Pestről, akkor a Balatonról a csoportok jönnek, a turisták, idősek is jönnek buszokkal rendszeresen, de hát köbben a külföldön is jönnek. És egyszer jöttek, hogy hívják, vakok jöttek. Aranyosak voltak, csak hát semmit nem láttak. És jöttek be úgy, hogy egymás akkorra fogták, egymás kezét. És itt álltunk meg, azt mondta, na hát itt állt meg, és akkor elmondtam nekik a lényeget akkor, amiről van szó. És hogy néznek ezek ki, és akkor miért ilyen, és akkor miért olyan. Elmondtam nekik ezeket, és akkor tartottam egyfajta ilyen bemutatót, és utána ellepték, 35-en, ellepték, és mindenkinek adtam egy ilyen kalapácsot, akkor kezdődött, és nagyon aranyosak voltak, szépen úgy tartották így az elemet, és ütögették így. Utána oda mentek a másikhoz, ott semmi nem történt, tehát se egyetlen egy karcolás nem volt, semmi. Csodálkoztam, és itt voltak pedig több órája, aztán elvonultak oldalra, költöttek egy verset, és le is írták, hogy akkor köszönjük szépen Rezső bácsi, hogy itt lehetünk meg. Hát egy érdekes volt tényleg, megható volt nagyon. Móder Rezső művészetére egy átfogó szimbólumrendszer jellemző. Szobrain, festészetében, de még performanszaiban is megtalálhatóak ugyanazok a motívumok, melyeknek köszönhetően már ránézésre tudni lehet, ki volt az alkotójuk. Először a rajzolás ment ebben a egyszerűsített redukcióba. Gyorsabb is volt, hát talán. Aztán utána jöttek akkor a szobrászati dolgok, akkor a festészettel volt valami problémá, még mindig nem hasonlított még rá. És akkor nagyjából azt is azért megpróbáltam több éven át, hogy hasonlítsanak azért a festészetem is, a rajzés és a szobrászat is. És akkor természetesen így a performance, és akkor a képverseim. A festészetben a 9 új, a titkokat szimbolizáló lélekfiókok vagy a fejet tartó hajzóhatak épp olyan stílusjegyek, mint a szobrokon felelhető ellenállások, illetve lépcsőmotívumok. Eltüntettem a nyakat. Tehát egyszerűen nincs nyak, sehol se, hanem a haja tartja meg a 9 újjak, az is az, ami a jellemzője, a kitt és itt is, szintén a lábujjak, a kozmosz angyalra, hogy akkor a súlyos, tömbös, tehát iszonyú acélból is lehet légy és átlátható, könnyű, csillagokon áll, vagy éppen a szögdel, és fontosak, hogy ott jönnek be akkor az istenségek, hogy állandóan van valami, meg itt az összeg, köttetések a létre, hogy összeköttetésben áll a világban a dolgok. A titkok, meg átláthatóság, figurán átmegy a kozmikus térnek a levegő. Átmegy, rajtunk is átmegy, de hát ő rajta is átmegy. És azért vannak így
így ezek megoldva, megvett, és akkor a lámpa, meg az, hogy a dolgozik azért az angyal, tervez az angyal, szerkeszt, állandóan munkában van, és lehal, van neki hallgatója is, és hát itt éppen kétségben van esve, hát az ugye van most, most éppen a világban. Ide csempésztem már a szobraimat, a szoborparkomnak a elemeit, a szerkezeteit, akkor a gyárban fönn, akkor a város, itt van akkor a madarak, itt is a haj tartja meg a fejet, több szeme van, mit tenni, a gondolkodó szem, vagy a néző szem, vagy a figyelő szem, és akkor rajta van még a nőiesség is, az az, amit a nem bántó, de hát idáig nem ábrázoltak ennyire. Tehát érdekesség az is. Itt viszont a három gráciának átalakítása, hát az ismert a motivum, tehát az ismert a mitológia. Itt vannak. Itt vannak hölgyek, itt vannak rajta, vannak azért a jelzések, az az, ami által a karok, és az, ami érdekesség az, hogy akkor a fejnek a szép, vagy akár a kibontása térben, időben, és éppen azért 6-7 dimenziós kísérlet is. Hát úgy szintén ott is a fej az fordítva van, a haj tartja meg, és ugyanakkor ott is a nőiességnek a térbeliségével együtt van. Tehát több nézet húsz a tér, hát a feje. És itt viszont akkor a szerkezeteim, a szobraimra való utalások vannak. Itt viszont egy egyetemista csajnál, ahogy olvas, ahogyan tanul a tudást, ahogy átveszi a szervezete, ugyanúgy itt is akkor a 9 ujjak, a 3 keze van, tehát akkor a mozgásban van, több idő, fázis van rajta, ott is rajta van a nőiesség, nem bántóan, tehát a jelek, amiket mindig rajzolni szoktunk a gyerekkorunkban, meg pláne, és itt is akkor a több szem, a figyelő, érdeklődő, a nézelődő, a tanuló, a gondolkodó, a meditációs, és rajta vannak a jelzések is, csak oldalt vannak a megfestett színek. Mint ugyan általában a többiek, 3 a melle van, akkor a dobozok, a titkok, és az újak úgy szintén 9 újak van általában. Rezső azt mondja, 10-15 évre előre tervez, folyton benne van az alkotás iránti vágy. Ha nem megy a festészet, a szobrászkodás, jöhetnek a képversek. Objektversek. Senki nem hívta így egyébként, sehol. Tehát objektversek, tehát akkor többértelmű is, tehát nem egyértelmű, tehát többértelmű is, és akkor a formája is. Többértelmű a formája. Móder Rezső művészi munkásságát számtalan díjjal és elismeréssel jutalmazták. Ennek ellenére úgy érzi, mostanában háttérbe szorul. Ezeket az érzéseket több képversben is megfogalmazta. Bántja, hogy sokan öncélúnak tartják, pedig, mint mondja, művészetével mindig igyekezett a közt szolgálni. Én, hogyha rajzolok, festek, szobrászkodok, performance-ezek, vagy írok, költészet vagy éppen a zene, az akkor nem öncélú. Tehát ilyesmi nincs, öncélűek ezek a művészek. Nem öncélú, soha nem öncélú, hanem akkor megcsinálom, hogy akkor a környezetemnek jó legyen, szép legyen, vagy szépítem akkor a környezetet, vagy esetleg egyszerűen csak éppen a gondolat ébresztőnek legyen meg, akkor gondolkozzanak el rajta.
Móder Rezső igazi szívfájdalma, hogy alkotásait nem tudja megfelelő körülmények között elhelyezni, illetve egy állandó kiállítás keretében méltó helyen tudni. Ebben a Sufniban kénytelen tárolni több festményt, installációt és egyéb alkotást. De hát megeszem még az üres penészes kenyeret is, az egyheteset is, kéthetesset is, hát hogyha nincs más, csak szorúval az ember, hogyha nincs pénze. Mert a kiállításoknak menni kell, tehát az, amelyik a leglényegesebb, a fontosabb a számomra. Nem vagyok gyelőgedett a ténykedésemmel, mert azért hát lehetne még azért. Sok minden még azért csinálom. Sok mindenben akadályoztatva vagyok, vagy éppen nem úgy alakulnak a dolgok, vagy éppen a pénztelenség. Nincs pénzem, akkor semmi nem megy. Illetve hát azok a dolgok nem mennek. Hát nagyon nehéz ez az egész dolog. Már elvesztette a szakma már a becsületét, majdnem elvesztette. Hát legalábbis így, hogy érzékelem itt a környezetünkben, itt a városokban, vagy ott a környéken. Hát, ha úgy mondjuk esetleg elkészhetném, akkor biztos, hogy ugyanezt a pályát akarnám. Ez jó pálya, érdekes, vagy pedig elmennék mondjuk a futballistának, aztán jól jönnék belőle, aztán nem csinálnák semmit. Sétálnék a pályán, vagy pedig táncolnék, táncikálnák, és az is jó lenne. Pénzem lenne hozzá, táncikálnák. Köszönöm. Köszönöm.